részt ebben a képzésben. Az a néhány díj, amit összeállítottam, az a képzésnek a nemzetközi beágyazottságáról szól, körülbelül 2 percben. A kérdezti mintáról már beszéltünk. Kivetítettünk néhány logót a partner egyetemek emblémáit. És a legfontosabb ez a zászlós hajó projekt, ami van nekünk a tanszéken, ez a bizonyos European Global Product Realization, ez BGPR, ami egy ipari termékfejlesztési projekt, aminek most már 2 éve vagyunk tagjai, és minden esetben az ipari partner feladatát oldjuk meg, virtuális hallgatói tímekben, távoli együttműködésben, az internetes kommunikációs technológiák és eszközök alkalmazásával, angol nyelven, ahol összekapcsoljuk az elméleti gyakorlatot, korszerű tervezési és módszertani eszközöket, működő prototípusokat hozunk létre, és ezeket teszteljük. 2009-ben kapcsolódtunk ebbe a projektsorozatba. Idén egy nukleáris technológiával foglalkozó cégnek dolgozunk. 14 év, 640 érintett hallgató, 16 sikeres projekt. Én azt gondolom, hogy ezek magukért beszélnek. Virtuális kommunikáció, mint egy olyan kompetencia, ami ma elengedhetetlen, mert megjelenik ebben a projektsorozatban. Itt látható az a műhely, ahol a magyarországi hallgatókra prototípusokat gyártják. Egy példa tavalyról Bosch Siemens háztartási részlegének szerveztünk. Ezt a terméket a Bosch szabadalmaztatta végül, hogy ennek a működő prototípusra elkészült. Mindez úgy vált lehetővé, hogy folyamatosan pályázunk, nem Magyarországon keresztül uniós forrásokra. Itt van 3 projekt, az első befejeződött a középső, jelenleg is tart a harmadikra pályázunk. És szoktam az interneten olvasni arról, hogy megfelel-e az, amit csinálunk. Úgy néz ki, hogy az Európai Design és Innovációs Stratégiának megfelel, amit csinálunk, elérhető ezen a honlapon. Néhány ajánlólevél, amit államtitkár úr megkapott, tőlük származik. És zárásképpen talán Henry Ford gondolatával zárnék, mégpedig azzal, hogy ahogy megkérdezte volna a piacot arról, hogy mire van szükségük, amikor a T-modellt megalkotta, akkor a piac azt mondta volna neki, hogy egy gyorsabb lóra. Köszönöm. Szóval állam titkárunknak, hogy záró gondolatait mondja el.